Folyamatos megújulásba azt gondolom, hogy méltán illeszkedik a Kisfaludi projekt. Több mint 1,4 milliárd forintból újul meg a Hévízi Hotel Európa Fit. A fejlesztésekre a Kisfaludi program keretében közel 500 millió forintos támogatást nyertek el, a már elkészült rekonstrukciókat a szakma és a sajtó képviselői előtt mutatták be. Többek között teljes körűen megújult 75 apartszoba a hozzátartozó folyosókkal, a lakosztályok, a grillterasz és a medence környéke, de a gyógyászati részlegen is zajlottak beruházások, az iszapkezelő kapott új, komfortosabb kivitelt. Jövőbeni fejlesztéseink azok, van egy másik medencénk, a medence környékét szeretnénk megújítani, oda tervezünk egy termálmedencét, illetve ha minden sikerül és időben be tudjuk fejezni, akkor szeretnénk megújítani az éttermünket és a szállodának a főbejáratát. Ezek 2022-ben bekövetkező projektek lesznek. A rendezvényen a Kisfaludi 2030 turisztikai non-profit fejlesztő ZRT vezérigazgatója elmondta, a Kisfaludi program célja a vidéki Magyarország megújítása. Program keretében ma már arról számolhatunk be, hogy országszerte több mint 14 ezer egyéb és magánszálláshely, közel 600 panzió, 40 szálloda és 114 szabadvízi strand újult meg. Kisfaludi program keretében ezek a fejlesztések már elkészültek. A vezérigazgató szólt arról, hogy Hévízen is kedvezően alakult 2021 nyara, a tavalyi adatokhoz képest 23%-kal több vendég érkezett. Városunkban 681 szálláshely több mint 9700 férőhelyen működik. Tóth János, a Hotel Európa Fit igazgatóságának elnöke elmondta, a beruházások készültségi foka jelenleg meghaladja az 50%-ot. Azok eredményeként olyan versenyképes termék jöhet létre, mely nemzetközileg is minden szempontból megállja a helyét. Pap Gábor Hévíz polgármestere kiemelte, a városban közös cél a minőségi vendégfogadás és a folyamatos megújulás. Erre adott jó lehetőséget a Kisfaludi program is. Panzióktól a magánszálláshelyekig, a szállodákig vissza nem térítendő támogatásokat és magas összegeket kapott. Természetesen Hévíz az adottságainál fogva, mivel gyakorlatilag Budapest után a legtöbb szálláshelyen rendelkezünk, magas összegeket tudott elnyerni, de ehhez szükség volt természetesen az itt lévő vállalkozások, legyen az kisebb vagy nagyobb vállalkozásnak a leleményességére, illetve hogy részt vegyen ebben a pályázatban. A polgármester hozzátette, nem csak a szálláshelyeket, de Hévíz teljes szolgáltatási palettáját tekintve, például az utcák, terek, rendezvényhelyszínek esetében is a minőségi megújulás a cél. Ehhez a város folyamatosan keresi a pályázati lehetőségeket is.